Az IKEA-Avenue zenekar Kertész Erika vezetésével már több mint 10 éve áll a nagy színpadokon, a nagy közönség előtt, és a formáció akusztikban mutatja be most legújabb, október végén megjelent lemezét, a Risk Taker dalait. Az eredetileg elektronikus zenei elemeket most a klasszikus kvartett hangzás váltotta fel, mutatunk is nektek egy kis ízelítőt a 21 óra 15 perckor kezdődő akusztik adásunkból, utána pedig Kertész Erika mesél majd nekünk a forgatásról és sok minden másról. Vendégünk Kertész Erika. Szia, Erika! Szia! Sziasztok! Az akusztikban az október megjelent Risk Taker című albumotokat mutattátok be. Ugye a magyar cím az, hogy kockázatvállaló. Miért lett ez a címe, hogy kockázatvállaló? Azt gondolom, hogy ez a lemez egy minden eddiginél modernebb, jövőbe mutatóbb lemez lett. Ez már harmadik lemezünk egyébként. És hát mi vagyunk most ebben a kockázatvállalók, illetve nekem ez egy ilyen az élethez való hozzáállásomat is tükrözi egyébként ez a kifejezés, mert azt gondolom, hogy kell, hogy vállaljuk a kockázatot. Ha már kockázatvállalás, akkor mennyire volt rizikós a dalokat akusztik hangszerelésre átültetni? Könnyen ment, vagy nagyon sokat kellett rajta dolgoznatok, és kellett változtatni is sokat? Szerintem viszonylag könnyen ment. Tulajdonképpen két olyan dolog van, amiben nagyon különbözik, amit most fognak hallani a nézők, attól, amit mondjuk egy koncerten hallanak. Az egyik az, hogy a Rátonyi Robi nem szokott nagy zongorán játszani, hanem különböző elektronikus zongora hangszíneket szokott váltogatni a koncerten, illetve a Szendőfi Peti pedig trigger modult szokott használni még a dob mellett, amiből kijönnek mindenféle ilyen elektronikus hangszínek, úgyhogy most ezek így nem voltak, illetve háttérvokál sem volt, az persze a koncerteken sincs még sajnos, de a lemezen mondjuk van. Úgyhogy szerintem azért nagyon jól sikerült, meg nekem nagyon, nagyon közel áll a szívemhez, amit most csináltunk az akusztikban. Hogyha egy kicsit a szövegekről beszélünk, akkor a jelenlevésről szoktál írni, a pillanatnak a megéléséről. Mert gondolod, hogy ez fontos téma? Hát ez szerintem nagyon fontos téma kellene, hogy legyen mindenkinek, mert ez szerintem a kulcsa az egész életnek. De ezt te is gyakorlod a mindennapokban? Igen, igyekszem, törekszem rá. Most, hogy pici gyerekeim vannak, kevesebb idő jut sajnos a meditációra, de egyébként nekem ez a napi rutinomhoz elméletileg hozzátartozik. Az akusztikban feldolgozásokat is játszotok, és a United zenekar Nincs ősz, nincs tél című gyönyörű dala volt az egyik választás. Miért pont ezt dolgoztátok át? Több oka volt. Az egyik legaranyosabb oka szerintem az, hogy nálunk a családban nagyon szeretik a gyerekek a United-ot, és nagyon sokszor, amikor megyünk autóval valahova, akkor amikor eljön az a pont, hogy ők már elkezdenének nyűgösködni, meg sírdogálni, akkor benyomom a United playlistet, és az megoldja általában. Ez egy jó zenét hallgatnak a gyerekek. Igen, azt gondolom, hogy igen. Annyira erőed van. Úgyhogy most pont kiderült egy kimutatásból pár héttel ezelőtt, hogy nálunk a United vezette tehát azt hallgattuk a legtöbbet 2022-ben. Illetve a másik dolog meg, hogy engem ugye a Péli Barna tanított a jazz tanszakon Székesfehérváron sokáig, úgyhogy én nagyon szerettem vele mindig is együtt dolgozni, mert hát szeretem a United-ot, szeretjük mindannyian. Két szemereig beállt hozzátok, ugye Fekete Kovács Kornél is. Mennyivel lett másabb a hangzásvilág? Milyen hangszeren játszott?
Szánykürtön játszott most mind a kettő dalban, de egyébként a lemezen is ő az egyik vendégművész, és ott pedig az egyik számban trombitán játszik. Mondanám, hogy teljesen más lett a hangzás, de annyira jól belesimult a zenekarba, hogy nekem nagyon természetes volt, hogy ő ott van. Most már 13 éve játszotok együtt a zenekarotokkal. Merre haladtatok itt 13 év alatt? Hogyan formálódtatok? Vagy akár te, mint előadó énekesnő, mennyit változtál? Mert azért 13 év az már nem kevés idő. Így van, és szerintem nagyon sokat egyébként egyénileg, meg mint zenekar is nagyon sokat változtunk. 2009 óta játszunk együtt, és mondom, ez a harmadik lemezünk. Érdekes, hogy egyébként ez most csak most jutott eszembe, hogy az első lemezünknek az a cím, hogy Little Girl. Érdekes. És ennek meg az, hogy risk taker, szóval azért a kettő között is szerintem nagyon, nagyon nagy különbség van. Két csodálatos gyermeked van. Hogy lehet összerakni ezt a két életet, úgymond, a gyereknevelés velük legyen otthon folyamatosan, illetve a zenei pályát? Igen, pont az öltözőben az Ádiékkal beszélgettünk erről, hogy kinek hogy megy ez otthon. Ugye nekik is kicsi kislányuk van. Hát, logisztika. Türelem, és hát olyan szempontból is türelem, meg a türelemnél is még több türelem, hogy az ember sajnos nem akkor csinálja a dolgokat, amikor jön az ihlet, akkor nem lehet mindig leülni és belemerülni a zenébe, hanem hát nekem van olyan, hogy játszótéren éneklek föl mondjuk egy sort, ami úgy pont akkor... Hát örülhetnek akkor a többiek a játszótéren, mert jó hangot és jó zenét hallanak. Azért olyan hangosan nem szoktam énekelni. Legközelebb próbáld meg úgy is. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Én is köszönöm, és remélem, hogy tetszeni fog a koncert mindenki. Biztosan így lesz.